Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift mai vendégei Bredán Dávid és Ligetfall Viktor, akiket az őszintén órákról logból ismerhettek. Jó látni titeket így együtt végre. Én mindig azt hittem, hogy ti állandóan együtt vagytok, de aztán Viktor mondta, hogy ez így nagyjából a felvételekre korlátozódik. Igen, sajnálom, hogy csalódtál. Az autókkal és az órákkal nagyon hasonló a helyzet. Az óra arra van, hogy mutassa az időt, az autó meg arra, hogy elmenjen A-ból B-be, mégis sokkal, de sokkal több mindent belelátunk és hozzá gondolunk. Ti mit láttok bele az órákba? Aztán majd beszélünk az autókról is. Ez egy jó kérdés. Csak erre nem voltam fel. Tényleg? Arra igen, hogy milyen óra van rajtam, nem is vettem föl semmit. Tényleg? Persze. De mit látunk bele az óta? Mit látsz bele az órákba? Amit az órákban a mérnöki teljesítményt látok, hogy kevés tér van, amiből nagyon sok mindent ki lehet hozni, hogyha tényleg értesz hozzá. Tud nagyon-nagyon jó lenni, és nem úgy, mint az ilyen elvont művészetek meg is, hogy valakinek tetszik, valakinek nem, hanem ránézel egy brutál jó órára, akkor arra valószínűleg, még ha a dizájn nem is tetszik, el tudod mondani, hogy ezt nagyon összerakta. Viktor? Manifestálja a megfoghatatlant, hogy ilyen szép szavakkal éljek. Utána nézek majd Google-on. Erre kellett neki egy fél perccel összerakta úgy. Hát ugye az idő az az ember által létrehozott keretrendszer, egy megfoghatatlan mértékegység, vagy nem mértékegység, hanem rendszer arra, hogy tudja az idő telését mérni, teltét mérni, és az óra az ezt hozza egy mindenki által felismerhető és megtapasztalható formába. És szerintem jó ez a spiri vonal. Egyébként én nagyon szeretem azt, hogy ilyen kis apró dolgok, és ott ketyeg benne, ott sok minden, és mutatja az idő. Nem tudom, egy ilyen, én nem tudom úgy megfogalmazni, mint Dávid, de egy ilyen nagyon érdekes vonzódás van bennem feléjük, hogy így ránézek, és olyan szép. Meg az a tartalom, ami benne van, az oszlopkerék, a percütő, nagyon el lehet ebben mélyedni, van külön erről epizódunk. Erről beszélünk, igen. Hogy belinkeljük ide alulra. Ja. Viktor hozzáállását ismerem, tehát nektek van órás üzletetek és hasonlók. Te foglalkozol ezzel mechanikai szinten is, vagy te pusztán műelvező vagy? Foglalkozni úgy foglalkozom, hogy megtapasztaltam már, amit lehet, így szerelgetéssel, boncolással, alkatrészkimentéssel, gyárakból, így ez meg az. Tehát azért így érdekes dolog történtek. Alkatrészkimentés gyárakból? Mielőtt lecserélték a lakatot? Gyakorlatilag egy ilyen Frankenstein óra készül nekem, ami van csapágylemezen valahonnan, tokon máshonnan, számlafobamonnan. De így néhogy adogatnak a dolgokat, és akkor így mondom, ebből majd egyszer összeáll valami. De így önmagában bütykölni nem szeretek, tehát nincsen meg hozzá se a készügyességem, se a türelmem. Fejlődök benne. De még mindig nagyon messze vagyok attól, ami egy órásnak kell. Te bele szoktál állni ebbe a részébe, vagy azt inkább rávízod a szakemberekre, ott nem, a műhelyben? Nem, meg a kezem. Mm. Nagyon, nem tudom miért, talán mert tínédzser... Utálod az egészet. Igen, titkon utálom, csak a pénz miatt csinálom. Nem, sajnos nagyon sokat dohányoztam, tínédzser korom óta már leszoktam, természetesen, mert ez így illik, és nekem ez hozta, ugye azt tudjuk, hogy a nikotinból a niacin egy nagyon erős idegméreg, és nekem az hozta egy idő után a kézremegést, és tényleg minél precízebb mozgást kell végezni. Mondok egy példát, amikor a levest kanállal emelem a számhoz, a végén beremeg a kezem. Mm. Úgyhogy gondolj bele, mit művelnék egy óra szerkezetben, az lenne az igazi destroy. Nem, azért én ezt talaként téged ezt azt csinálni rajta. Ezt azt így megcsinálok, de... Tíz szemet kiszedni. Igen, de ezek apróságok, de most egy billegőt nem szednék ki, ami ott a hajszárgó, hogy így húzod ki és nyúlik. Ezekhez nem nyúlnék. Meg azt a minden barkács területen az életben megtapasztaltam, hogy szerintem nekem egyszerűbb, ha kifizetek egy hozzáértő embert, és megcsinálja jól, mint hogy én még tönkre is tegyem, és utána fizessem ki azt a hozzáértőt. Jó hozzáállam. Ez az óráknál is így van. Milyen a megítélése az órázásnak? Mert ugye az autóknál nagyon gyakran látni azt, hogy valaki belül egy drága autóba, hogy azt mutassa, hogy neki van egy drága autója. Az óráknál most kezdenek megjelenni a műértők és lelkesedők, vagy az óra még mindig inkább a státuszszimbólum, az órát még mindig a státuszszimbólum jellege adja el? Szerintem ez teljesen 50-50. Tehát nem úgy van, hogy kezdenek megjelenni. Mindig is voltak órakedvelők, sőt, amikor nem volt státuszszimbólum, akkor is voltak órakedvelők. És a legkomolyabb órák, meg ilyen gyűjtői darabok, amikből egy-egy készült akkor, amikor senkit nem érdekelt a mechanikus óra, mondjuk a 70-es években, azokat pont a nagy gyűjtők vették, amikor nem volt státuszszimbólum, egy vékony aranypaták, most csak mondtam valamit. Ma viszont inkább ugye kinyílt az óló, és igenis van a státuszszimbólum része, akit nem érdekel, hogy mi van benne, lehet benne egy gagyi szellita, tök mindegy 5 millióért, de van olyan, aki meg utána megy, és nem tudom, 200 000-re vesz olyan órát, aminek van olyan mechanikai értéke, amit viszont egy órakedvelő értékel csak.
Hát akkor itt is el lehet azt mondani, hogy nem az elköltött pénz határozza meg a hozzáadott értéket. Hát nem, nagyon nem. Mondjuk pont most, tessék, akkor egy kis izé, ezt most kaptam. Édes. Úristen! Várj, ez egy ilyen robotkaki óra egyébként, majd úgy is néz ki, de amúgy viszont nagyon jó pofa. Tehát nekem ez tetszik. Most tesztre van nálad? Esetleg ez egy saját vásárlás? Vagy... Ezt most tesztre küldték, ez most jelent meg, ez a Siga Design, amivel már forgattunk egy csomószor. Ők csináltak most egy ilyen csontvázas órát. Szkelet átszerkezett. Igen, igen, és nem azt mondom, hogy ez az én fejlődően az ízlésvilágom, de nagyon tetszik, hogy pillekönnyű, 50 gramm az egész stokkal, mondjuk Szijjal együtt 67, és rendesen meg van csinálva az áttörés, és már elmúltak azok az idők, amikor ezek a rokokós, ilyen félig gravírozott hülyeségek vannak, és ez az óra nincs 100 ezer forint. És azért ez nem tűnik szerintem. Bocsánat, a tokozás ütötte meg a szememet, hogy ez egy fém, egy spéci felületkezeléssel, vagy ez egy műanyagtok? Ez műanyag, de egyébként volt annyi eszük, hogy a Swatch-tal elszedték a bioceramic megnevezést, ami egy ilyen glorifikált kifejezés arra, hogy volt az a spongyabob, hogy na hát ez kb. Mindig ez jut eszem, amikor erre állítok. Úgyhogy, de akkor, ha jól értem, akkor egy ilyen óránál akár a kaucsuk szíj, akár a műanyagház, az nem feltétlen válók. Tehát, nem. Hogy már nem az alapanyag határozza meg az órának a nívóját. Nem. Nagyszerű, beszélgessünk autókról. Yes. De azért mondjuk egy karbontok, az menő, az nem tud olcsó lenni. Ez tudna 1000 dollárért karbontok lenni, de 250 kabron. Dollár, úgyhogy... Milyen kabron? Kabron. Kabrontok 300 ér, igen, attól függ. Úgyhogy ezt most csak egy poénból felvettem, mert könnyű mondom, akkor állsz, hogy jó lesz majd vezetni. Én minimum azt vártam, hogyha már autóversenyre hívunk, akkor egy Daytonával érkezel, de ez sem rossz. Rá, de végül is ez lett, igen. Tudom, hogy neked nagy kedvenced a szívómotor kéziváltó kombó, úgyhogy... Én azt gondolom, hogy foglal helyet a sofőrülésben, megérkezett a navigátorod. Oké, szuper. Ez olyan, mint az SLR, hogy itt van kivezetve a kipufogója, hallom? Első tengelynél? Ott is. Ez ilyen perforált rendszer. 3, 2, 1, rajt! De faszom. Ez így faszom. Azt nem néztem itt meg, hogy... Itt az ismerkedés rész. Jó, oké. Ez király. Ki találta ezt ki? Jó, oké, akkor nem megyek alfába, várjál. Aha, meditálj rá. Olyan, mint hogyha tartnék, de ez a legnagyobb szíves. Jaj. Azaz, annyi van, ugye, hogy nem pörög vissza a kormány. Igen, minden aha. Neked kell tekerni. Neki egy picit, mint a nehezebben állna rá az agya erre a fajta vezetésre. Szerintem most már elmondhatjuk, hogy Viktor, aki itt jelen van, hogy rajtunk kívülálló okok miatt ő tudja, mi a trükk, ezért Dávid kezdett. Ez hihetet, igen. Jó, oké, tényleg olyan. Akkor azt kell csinálni, hogy ahova nézel, lehet, hogy erről le kell vetkőzni amúgy. Igen, ez elég izmozós. Pedig van benne szervó. Engedd ki ott kicsit jobbra, menj el a végéig, azaz, menj el a végéig nyugodtan, és így most. Oké. Okay. Most kopra betekered, másik irányba, most már nem lesz meg. Hát, talán meg lesz. Jó, király. Jó, hogy nincs liter, tudsz ennem? Akkor állatok vagytok arra. Zseni. Annyira hülyének éreztem magam, amikor én útam rossz irányba, hogy az alatt igen, ott nem esett le hirtelen, hogy mi van. Na, ez egész szép volt. Ez egész szép volt. Balról kerülöd. Úgy. Azaz. Azaz. Teljesen jó. Hát a célvonalon, meg vagy. Figyelj, ez nem volt rossz. Nem volt teljesen rossz? Nem volt teljesen szó. Zsír. Hú, neki kell vetkőzni ennek, hallod? Volt, az elején azt mondtam, hogy annyira hülyének éreztem magam, hogy rossz irányba indultam el, azt nem hiszem el. De ne érezd rosszul magad, azért ezt elég sokan eljátsszák. A gumifalba még ott senki nem állt bele, ellenben az Eneos kapu lábát már többen kivitték. Igen, jó. Igen, meg hordókat vittek, meg egyebek, úgyhogy hány hibánk volt? Talán egy. Egy hiba? Egyet megpusztítottam itt szerintem, ja. Nézd, az azt jelenti, hogy 2 perc plusz 5 másodperc, ez kezdésnek rohadt erős idő. Tényleg? Én azt gondolom, hogy a harmadik körre azért benned lesz egy eleje. Igen? Na. De ez majd kiderül, úgyhogy kérlek, 2 kereken. Mennyi a legjobb idő eddig?
49 másodperc, kis Norvég, kétszeres Európa-bajnok hegyi versenyző. 49 másodperc? 49 másodperc. Nem, bocsánat, 48, Pumpert Gabó ment 49-et, de neki volt két hibája, úgyhogy ott hozzá... Egy perc 49 vagy? Nem, 0. Basszal. Igen, azért mondom. Ilyen zenmesterek, hogy így rossz irányba tekered, és ez így ment. Kérlek, állj vissza a rajthoz, aztán szerintem menjünk tovább. 3, 2, 1, rajt! Asztal! És hogyha folyamatosan így mozgásban vagyok, akkor még el se felejtett, hogy mit kell csinálni. Igen. Azaz. Azaz. Jó. Jobb szél, koppanásig. Jó lesz. És már tekert. Másik, másik. Nem jó. Jó lesz? Jó lesz. Végse lett jó. Nem baj. 5 másodpercet megért, tudod. Mit csinál másikire? Pedig az előbb az egész jó volt. Jó lesz, elmegy. Egy szervó azért. Van benne. Tényleg? Aha. Utolsó lábán áll szegény. Safety first. Vágod. Akkor úgy állsz meg. Másik. Ó, micsoda csíkot hagytunk. Jaj, de jó. Pár nap. Azaz. Azaz. Nem számít. Ez láttam itt már az izmokkal küzdesz. Ez a megkókányok gyorlai valahol. Ennyi. A dráma kedvéért. Igen. Hú. Volt hiba? Fantasztikus. Csak az volt. Mennyi? Hát egy a parkolásnál. Egy a parkolásnál. Hogy ment? Hogy ment? Nem állsz készen erre. Ez kész. Ennyire? Jó buli. Tudom, hogy te szoktál autókkal gyorsan menni, szoktam, meg itt ott, csak de... azokban mindig jó irányba fordul az autó kormányzásnál, tudod? Tehát, hogy ennyivel meg van könnyítve a dolgom. Egy hiba. Egy hiba. Jó. Van. Várj egy picit. 1.28, és ahhoz jön egy hiba, az 1.33. Oké. Okay. Ugyanakkor ez már fél perces javulás az előzőhöz képest, tehát ha tartod ezt a tendenciát, akkor itt még tényleg megszól. A parkolás, akkor még egy fél perc. Ugye? Kérlek, állj be a rajthoz, aztán szerintem ne is tököljünk. Jó. Dávid, te autós ébredésed, jól tudom, akkor te városban jellemzően inkább BKV, BKK. Igen, imádom. Nem, igen. De azt használom, viszont nekünk még mindig a családban van a Swift, amit vettem 14 éve. Nem mondod. Használta, ójaj. Oha, de old school esztergomi? Nem, azért ennél újabb, 2006-os, GLX, tehát azért a GLX-ig nem tudtam nyújtózni akkor, de mondom azért a GLX legyen meg. Egyik barátomnak volt GC, és összehasonlítottuk, de olyan, hogy olyan kotvány volt, hogy bementek, és azt mondták, hogy csak klíma legyen benne. Na, tekerős ablakot kaptak mellé. Szóval az a Superledger a Swift, és akkor azzal tudtunk így zúzni. Superledger az! Lehetett érezni, hogy az ajtós másod csukódik, meg minden, tehát hogy az egy ilyen kikönnyített változat volt, azt romágumiztuk, meg nagyfelni, meg is ki van könnyítve. Na, az aljából jött a sok lemez. Azt gondolom magától így az évek alatt, mi? Igen, nem esedett egy kicsit. Bio Iron, visszatér a természetbe. Ja, az biztos. Itt is szét van ja, körülöttünk. Úgyhogy ja, és az még mindig a családban van, és kész. 3, 2, 1, rajt! Hoppá, megfüstölte a gumit. A sikánál meg hamarabb kezd el visszatekerni. Jó, jó lesz még, nem, még hozhatod azért. Jó lesz, hogy ennyi. Jó. Olyan hangok jönnek ebben a kormányból, az soha nem akarok hallani. Jó, jó, úgy. Az lesz. Egyenes, az lesz. Éreztem. Tökéletes. Egyenesít, egyenesít. Mehetsz, mehetsz. Másik irány. Jó. Igen. Másik. Annyi korok van, hogy mit van, plusz játék, vagy nem tudom. Visszafelé, nagyon jó volt a sikán. Megasz, megasz, elfér, és már balra tökett. Jó. Valamennyit biztos hoztál. Ugye? És egy hiba van. Na milyen volt? Ott volt egy kis teleprendezés. Igen?
Igen, ott azt a gumit erősen arrébb tolták. Hátul? Egy hiba. Egy hiba? Parkolásnál szerintem igen. Hát... Akkor kettő összesen. De hol volt a másik? Itt ezt a gumit arrébb tolta, amikor itt rászedte. Igen. Hát szerintem ott, amikor mondtad, hogy hamarabb kezdjem el szedni, akkor ott bele is bepuszítunk egybe. Akkor... Összesen kettő hiba. Dávid, ez most itt egy 1.05-ös idő. Aha. Amihez hozzászámoljuk a két hibát, tehát 1.15.90 a végeredményed. És gratulálok hozzá, szerintem add át a kormány tettes társadnak. Viktor, a te autós előképed viszonylag ismert, neked volt Swifted. Volt. Igen, de nem ennyire extrás. Nem, 7 évig egy GL, ami anyukámé volt, és aztán mivel nem tudtam venni 18 évesen magamnak másik autót, megkaptam azt. Beleraktam 170-180 ezer kilométert. És a életeért, hát nem is az életeért véget, hanem annyira adtam el a végén, mint amennyiért egy szedgumit vettem aztán anyám akkori Ford Fusionjére. Nagyon szerettem. Ami szintén nem egy Ferrari. Nem, de már hál' Istennek az sincs meg. Nagyon szerettem. Nagyon szerettem a Swiftet, mert rengeteg élményem volt vele. Az, hogy a Swiftnek sosem lesz semmi baja, és nem kell rá költeni, az csak azok mondják, akik tényleg nem költenek rá, és szerencséjük van. Erre költöttünk. Én az, igen, a fényezés, az látom. A fényezés, az szemmel látom. Az igazi. Egy index még hiányzik bal előről, de el kell tűnni kicsit okrom. Elkézz a BMW. Szóval nekem nagyon sok minden elromlott benne. Nyilván azért, mert nem kell a Tesco parkolóban télen, ahogy leesik a hó, kitekert kormánnyal őrültködni. Ilyet nem csináltam nyilván, és a féltengeri csuklók sem koptak el megállás nélkül évente. Uh-huh. És utána a Swiftből átültél a hátsó kerekes Swiftbe. Az MX-5-be igen, azt nagyon szerettem. Ott a vételárának pont a dupláját költöttem még rá szervizelésre. Mi cserébe... így ismerkedtünk meg Viktorral, mert amikor az első autós időmat forgattam a TC-nél, kellett nekem egy szakadt MX-5, és tőle jött a szakadt MX-5. Nem szakadt volt, akkor már megvan a motorfelújítás. Akkor már minden rendben volt vele. 270 ezer kilométernél adtam el, és azóta is vígan használja az új tulaj, és nem kell rá költeni. Hogy ez a legjobb autó a világon, egy forintot nem kér. Igen, utána most meg zöld rendszám azok ilyen plug-in hibrid, de ide is motorral jött, bocs, robogóval jöttem. Csalod az adót, mert is Iván nézi az adást. Rengeteg adót. És akkor itt most jön egy kis magyarázkodás, hogy Viktorral néha összülök egy sörözésre, és ennek a műsornak az ötletét már valamikor évelején elmondtam neki. Tehát ő tisztában van vele, hogy milyen ez az autó. Vagyis, hogy nem fog az elején meglepődni. Ugyanakkor talán még egy kicsit nagyobb is rajta a teher, mert hiába tudja, mi a hiba, ettől még rohadtul nem tud ilyen autót vezetni. Visszajönnek az emlékek? Sajnos. Mert általában nem az Oliver ült mellettem, hanem egy lány, és az jobb volt valahogy. Hát, szerintem erre arra rá lehet lenni. Na, becsuklak. Azon izgultam végig, hogy a pedálok nevének fordítani. Láttam, mert hogy rögtön azt végigoltad. 3, 2, 1, rajt! Nagyon megfontolt az úriember. Nagyon megfontolt. Hiába készül rá fel az ember fejben, nem? Igen. Azért ez egy más dimenzió, amikor itt fűsz. Kicsit jobb, nem? Még ennyi fofanásig kb. Akkor adja ki. Mert jó lett. Még figyelj, tudom, hogy én szoktam egy Swift-től, de az átépel a kormánynak az nem ehhez vagyok szokva. Hát igen, más itt a szervoltás. Viktor, kabátban nem vezetünk! Kézi. Oh. Ez az. Elmegy. Nehogy már bele kelljen javítani! Figyelj, ez egy kiegyensúlyozott kör volt. De akkor válaszolj a fő kérdésre. Volt tisztességtelen előny, vagy nem volt? Egy pici volt, de nem. Az első kanyarban meg volt tisztességtelen előny, de utána ugyanolyan szokatlan volt, mint bárki másnak.
Tökéletes. Gyorsan levetkőzhetek? Kabátot leveheted, de nevet közle. Ó, ez egy gyerekeknek is szóló műsor. Hiba volt, Oliver? Jó. Nézd, ez egy 1.33.07-es kezdőidő. Elképesztő volt. Volt, aki idáig jutott el a három kör végére? Ez kintről is gyorsan. Nem. Négy napja álmatlanul forgolódok otthon. Tökéletes. Elmentem az idődet, kérlek állj be a rajthoz, aztán jöhet a következő. Három, kettő, egy, rajt! Az a baj, hogy pszichológiailag kicsit elhintettem neki azt, hogy neki ez most jól megy. Uh-huh. Úgyhogy elképzelhető, hogy, hogy az önbizalma... Most bátor lesz? Most bátor lesz, bátorra dicsértük. Menjél kopanás. Másik. Hoppá, 47 másodpercnél visszafele jön! Meg se fordult, ez valami csalás volt. Kiment a kapun egy visszafordult. Gyere, 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 szerintem mi viszont álljunk arrébb. Ott a kézi? Nincs. Rányúzhatod. Yes. Figyelj, nagyon kiegyensúlyozott. Nem siet, de tök pontos. Úgy hallottam, nem volt hiba. Nem. 1:10:57. Nem vettél 5 másodpercet. Úgy megy, mintha nem is időre menne. Olyan nyugodtan csak így, amíg a parkolásnál... Én emlékszem, hogy többet, nálam többet forgott a kormány, mint a kerék. Te meg így ülsz benne, és így... Aha. Még nem tudnak szólalni, mert liheg. Nem, csak azon gondolkodom, hogy ha túl izgulom, akkor el fogom rontani. Ha azt hiszem, hogy jól megy, el fogom rontani, akkor ne siessünk. Hova sietünk itt, Suzuki? Kicsit ott van. Menedzser. Kérlek, állj be a rajthoz, és nézzük meg az utolsó köröd. 3, 2, 1, rajt! Hoppá, ez egy dinamikusabb rajt volt most. És tényleg basszus, hát nem mondhatjuk, hogy kapkol a kormánnyal. Nem. Én rengeteget kapkoltam, sokkal, sokkal össze-visszában csináltam. Ez nagyon király volt. Még mennyi előre? Most. Azaz. Nagyon nyugodtan. És tényleg nem kapkod. Kis belekorrigálások vannak, de inkább nyugiba megy. Ezt kéne itt 10 évvel végig megcsinálni, és... Á, így is jó. Ja. Ez szerintem egy perc alatt lesz. Ez rendben volt. Volt hiba? Nem. Dani, hiba? Te ki vagy? Bari. Mondtam, hogy egy perc. Engedd meg! 56.30. Azért ez... Az nagyon szép. Szóra. Az nagyon szép. Az nagyon szép. Kérlek, állj vissza a rajthoz, és beszéljük. Jó. Feldolgozom. Égtek a kalóriák, rendesen basszus. Az utolsónál nem, mert kaptam egy jó fülest, hogy ne gyilkoljam meg magam. Hogy? És, hát, hogy nem kell annyit fekedni a kormány. Egyenes a pálya. Gyere vissza rajtba és beszéljük meg! Kétfajta ember van, aki életében többet nem akarja látni, meg aki fölhív, hogy lehetne vele még menni. Melyik tábor felé húztok? Én maximum 2 kört mennék még vele, vagy 3-at, de csak azért, hogy megpróbáljam még máshogyabbul. Holnap azért nem fog hiányozni. Az élmény jó volt. Egyébként nem utáltam. Egy picit olyan, mint a gyereknevelés, hogy amikor csinálnál valamit, akkor azt nem szabad. Pont az ellenkezőjét kell, és akkor így könnyebb lesz. De neked még nincs gyerekes hasonlat, neked? Nincs. Úgyhogy én jönnék.
Hát akkor mondom az időiteket, csak hogy meglenni, a Dávidnak volt egy 1.05.90-es köre, kettő hibával, tehát az egy 1.15.90-es idő, Viktor pedig hozott hiba nélkül egy 56-ot. Tehát, hogyha most így belenézünk a... Az a 175 legkülönbözően, az megtér, enged meg még, tehát tényleg szekunka. 5 másodpercre vagy kis Norditor. Hívhatlak innentől így? 5 másodpercre kis Norditor? Az volt, csak ezen a pályán. Az mindegy. Ami azért egy erős, de a 3 másodperc a pumpet gabon. Na, hát ez külön öröm. Igen. Egyébként is nagyra értékelem a munkásságát. Mármint, hogy most nevetsz, de tényleg. És akkor most alá lehet írni, vagy ez most mi? Mindjárt elmesélem, te pedig 4 másodperc vagy Váit Csákról. Na. Úgyhogy azt hiszem, ezek így ki lehet végülni. Annyit mondjatok még nekem, hogy hallgattam nem olyan régen az Insta podcastet, és mondtad, hogy te azért így az órában már azért úgy érzed, hogy mindent megcsináltál, mindent kipróbáltál, és hogy akár még így az autók felé is nyitnál tartani a gyártást elé. Ez így még áll? Tényleg vannak ilyen szándékai? Régóta így pedzegetjük, azért forgattunk pár őszintén autókról epizódot, és aztán akkor így belenéztünk, hogy iszonyatosan sok munka van vele, és nagyon nagyon könnyű. Amúgy tök szívesen csinálnám tényleg, de egy jó csapattal, tehát ezt így ketten összerakni, ez esélytelen. Kizár dolog. Igen, tehát hogy egyszerűen nem. Tehát én akkor inkább belemegyek, és akkor vezetek egyet, tudod, ezt a kész. Vannak felvett részeink még a Bentaygával, mivel van még két Audival. Jó autóval kezdtünk még a Flying Spur-re. Ja. De egyszerűen ott van a sok-sok nyersanyag, és ez no way, hogy ezt mi megvegy, ez egyszerűen nem. És Viktor, neked van még az órázásban, vagy már azért te is kiköcsintek? Van, nem, van, meg a Dávidnak van 4 év előnye ebben, úgy értem, hogy én csinálom ezt 6-7 éve, ő meg 10-12. Nem? De. Nekem még az órázásban nagyon sok hely van, ahova nem jutottam el, és nagyon szeretnék még eljutni, úgyhogy bőven van. Nagyon sokszor érzem magam kiégve, amikor már túl sablonosnak érzem az egészet, és akkor úgy foglalkoznék bármi mással. Nekem a motorozás hozta meg az új hobbi, nem az autózás, mert az nekem drága hobbi. Mármint, hogy most pont tegnap lottóztam, és azt láttam, hogy van olyan lottó most Magyarországon, aminek a nyereménye nem lenne elég arra, hogy azokat az autókat megvegyem, amik érdekelnek. Egyrészt, másrészt nem tudom, valahogy nekem most a motorozás lett. Ugye volt MX-5-öm, és az MX-5 alatt én megutáltam a vezetést egy picit, annyi baj volt vele, hogy gyűlöltem, és aztán tök érdekes, hogy a motorozás hozta vissza. Ami ugye egy nagy robogó, még mielőtt bárki, aki tudja, ezt kommentbe leírná. Iván is nézi a műsort. Iván is nézi a műsort. Igen, az egy 750 köbcentis DC-t és Honda, és én tök jól bejártam vele most az alapokat nyáron, meg ilyen, és nekem ezt hozta vissza. Műsort gyártani nem gyártanék, max ilyen utazós vlogot. Tehát, hogy így ilyen vágóképekkel egy 10-15 perc alá elmondom, hogy hol voltam, de ennek is már annyira terített a piaca, hogy én itt már hova. Nem kell mindenből műsort gyártani, van, hogy csak tényleg. Az a tervünk ezzel a géptetőről, hogyha kifut a műsor, akkor elárverezzük valamilyen jótékony célra, úgyhogy megtisztelne, hogyha az aláírásokkal bevennétek az értékét. Kezdtek, kérlek. Mit írjuk? Írjuk rá ezt egy kronométer. És ez ki? Nem? És akkor mellé, hogy Dávid és Viktor. Én ráírom, hogy kronóter, ráírod, hogy méter. Jó, legyen így. Na. Doesn't get any more gay than that. Nem. Bocsánat, mindegy, hova vagy? Jó. Lehet a fehér mezőre a... És gondolom sokan jönnek még utánunk, tehát ne ilyen 96-os betűméred. Yes. És ráírhatjuk a jobb időnket, nem? Tehát akkor az 50... A legjobb idejét írja le, az egyetlen. Igen. Ami neked volt az 1.10.90. 1.15. Bocsánat, 1.15.90, az igazadban? Jó, hogy valaki számolni is tud a jelenlévők közül. Viktor pedig a legendás. 0.56.30. És 2 nullát teszel így, az igazi flex, érted? Várjál. 0.0. Ennyire nem voltál egy perc alatt, érted? Ez 2. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük, Anti, egy emény volt. Van a kronométerre, és... Köszönöm, hogy remélem, még találkozunk inkább. A gonosz Swift következő vendége, Magyar Tomi.